Ó múzsa, ó múzsa, adj nekem erőt, hogy elmeséljem a szenvedély diadalát, a csábító megtérését. Ó múzsa, adj nekem... Aj, srácok, ez így nem jó, hagy mondjam úgy, hogy én akarom. Léci? Akkor mondhatom úgy? Jó, király. Szóval, volt nekem egy Hermanon Boti, aki hatalmas király volt, minden nőt megkaphatott, mindegyik felajánlotta magát neki. Ő meg nem volt bolond és kihasználta mind. Hová készül, szép fiú? Mások is várnak még rám. Más lányok? Dehogy, te vagy nekem az egyetlenem. Amikor gyere, búj vissza még egy És ez nekem miért lesz jó? Hát gyere vissza és megtudod. Ezt a kamut, te jó ég, de hogy fogod te felhívni? Segítség! Ne, apa, ne! Hogy áll? Asztala vista! Tűle volt hangos az utca, minden lány őt akarta. De ő képes volt megváltozni azért az egyért és feladni az összes többit. Jó, mondjuk az az egy az olyan volt, hogy fú, de olyan, hogy na vágjátok olyan. Ha sokat is kellett küzdeni érte, de végül úgyis szenvedély győzött. Na, és mi volt tegnap azzal a csajjal, akivel úgy eltűntél? Hát tudod, csak a szokásos. Esta muchacha es una mamacita. Se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Machipe más fuerte un corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no aguanto más
ezt azonnal jelentenem kell a Donnak. Most rögtön kapcsolja a főnököt. Don, minden tiszteletem az öné, de hogy is mondjam, szükségünk van ennyi lánybarátra? Öreg barátom, tudom szereted a pénzt, de azért van ilyen sokra szükség, mert náluk van az összes Pikachu! Értem, Don, meghajlok bölcsességed előtt. Mi? Az én lányom? Nincs az az Isten? Na lesz majd számon kérés. Mucikám. Mondd, édes. Ne haragudj, de kérlek, várj meg a hálószobába. De azért siess. Lányom, gyere ide! Hivattál, apám? Igen, hivattalak. Hogy telt a napod? Jól. Jól, értem. Nem akarsz nekem valamit elmondani? Nem, apám, nem történt semmi. Biztos, mert ha az informátorom nem hazudik, egy rossz hírű fiúval töltötted a napot, és táncoltál vele a fényes utcán! Apám, eltúlzod a dolgot. Ez a fiú nagyon jó, abszolút nem rossz hírű, és... Nem! Elég a szóból! De... Én már döntöttem. Már találtam is neked valakit. Egy jó hírű, nemes családból származó úriembert. Pontos, intelligens, jóképű, pont hozzád való. Ő lesz a férjed. Be is mutatnám neked Csabotellót. Szeszélyes egy nőszemély. Vidd el egy vacsorára, majd megbékél. Ahogy kívánjad, Don. Na gyere, mucikám! Tudod, gyere szívem, a csatás, hát apámmal múltkor, amikor voltunk a Fülöp-szigeteken, annyira rossz volt, az annyi sok buta ember vett körül, meg senkinek nem volt pénze, tudod? De aztán múltkor átmentünk Pápua-Új-Guineára, a jaktunkon, annyira jó volt, hogy megtehetjük, és semmivel nincs problémánk. Szeretném ezt neked megmutatni, milyen ez az élet, tudod? Szép jó napot, hölgyem. A végre, hogy itt vagy. Azt hittem, mindenki az oda mészmérőt hozzánk jönni, szóval térjünk is a lényegre. Kérnék egy marinált fogas lazaclevest, illetve egy parmezán forgásban sült jercemell, roston, káposzta salátával és petrozsánnyal sültjel. De ne legyen teljesen átsütve, csak olyan médium. Tudod, milyen az a médium, de paraszt, nem? Ször Csabotelló, ne hívd így! Életem, nézd már rá, nyugodtan hívhatom így, csak azért van itt, hogy a pénzünkből éljen. Nem igaz, te paraszt? De így van. Na látod, szerelmes, ennyi. Te mit kérsz? Mondjuk egy szeletet. Amint kész van az ajándékos. Köszönöm. Ne kell emberre mozsz, ezt te nálam szomasz. Remélem, jól fog esni paraszt. Ne
ezt azért megint nem sietted el, paraszt. Meg még ki is borítottad a levesemet. Sajnálom a késedelmünket, uram. Remélem, az étel íze kárpótolni fogja. Ciao, ciao! Ciao! Marci, nem adsz egy asztalt? Gyertek, üljetek le! Hello, hello, irány vissza dolgozni? Gyertek, gyertek. Jó, jó van, főnök úr, megyek! Táncoltunk tőle. Srácok, halljátok? Látjátok azt a majmotot? Tényleg raktam a kajáját halsajtóval. Még húzok azt a paraszt. Mi a vajat, picó? Lili! Elfogyott a budi papír! Hozd már még egyet! Ki volt az a bohóc? Apám kényszerít, hogy vele legyek. Gyere el a bulingba! Egy ideig sehova nem mehetek. Apa szobafogságra ítélt, és tőled meg végképp eltiltott. Ay, caramba! Egyszerűen új istenzbe viszlek. Jéz, utya, nem te jössz, ez a bátyád jelenete. Szia, cica! Megjött a puci. Bocsika, srácok, ez most nem jött össze. Hát akkor Kornél, ma is egy csocsó? Hát akkor ma is egy csocsó. Édesbabám, gyere, maradjunk be a traktoromba. Siribíre, siribár, mérjünk el a fakanára. Ekkora pallost még biztosan nem láttál. Ezt azért, hogy nem hívtál fel. Hát, bocsi, de találtam egy lányt, akivel tényleg komolyan gondolom. Ember, most komolyan rövök, végignézted az egészet? Mi volt az ott bent? Ember emlékezett, utána utasítottál vissza egy jó nőt sem. Tudom, de most ott van Lili, és rá van szükségem. Jézusom, te lázas vagy, félrebeszélsz. Nem, Martin, szerelmes vagyok, Lilire van szükségem. És ezt hogy akarod kivitelezni? Az apja tudtam, hogy eltiltott a tőled. Tudom, de van egy tervem, figyelj. Na? Ez jó, ez tetszik. Megcsináljuk? Aha, csináljuk. Na, meg. Király, holnap kezdhetjük. Jó van. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Hasta que duelan los pies.
quería acabar. Ese sufrimiento. Látod, Lili? Mondta én, hogy a táncba visznek. Que te hace llorar. Szia, drágám, tessék! Jaj, ne, én egy csöpöki esküvőruhát szeretnék. Jó, van aranyom veled kivételt teszek, jó? Tessék, itt van. Köszönöm. Nagyon szívesen. Elfogadod a házastársadul Lilit? Igen. Lili, elfogadod a házastársadul Botit? Igen. Megcsókolhatod az arát. Hát fiam, borzasztó dolgot tettél. Ennél nagyobb butaságot nem is csinálhattál volna. De most ennek megiszod a levét! Apám, ne! Lányom, én már döntöttem. Tudod mit? Kapsz egy esélyt. Egyszer én is átéltem, és tudom, mit érzed. Áldásom rátok. Csókor! Na. Ez még nekem is lesz egy-két szavam. Te nem illesz bele a képbe. De te se. Más terv lép életbe. Na végre, csókor! Van még néhány perc az órából, mindenki ide figyel, tessék rám figyelni most, hogy a lényeg, mint ahogy azt tudjátok. Héte ott, aki most figyelsz rám. Elmondom a lényeget röviden, csak ne nézz ide, ne nézz rám. Mondom, hogy ne nézz rám. Mit forgolódsz, mit keresel? A színpadon most engem nem lesz fel. A hangomra figyelj, hiszen csak azt hallod. A hangra, melyen most többet mondok, mint amit mondani akarok. A hangra, amely a te fejedben is ott van, amely a kérdéseidre a választ nem adja, csak ha már késő, vagy holtan. Ha látnál, akkor se hallgatnál, így, hogy nem látsz. Kérlek, hallgassál. Szabadság, szenvedély, szerelem, mi egymás? Magasztos elcsépelt szavak, semmi más. Varázserejük sajnos már régen nincsen, de a 21. század nem ezekből, hanem persze, hogy pénzből kell építsen. Ezért ilyen rettentő értékes minden. Egy évre vagy még a nagy bés, akarom mondani, betűs élettől. Ne hamarkodd el a dolgokat, mert az mindig meggyötör. Amit megtehetsz ma, mindig halaszt holnapra. És ez az oka, hogy miért végzel a rózsahéttel, tegnap helyett, éppen ma. Élvezd ki a gyerekéveket, többre képesek, mint gondolnád. Egyszer lehet majd innen merítesz ihletet, hogy mit hoz az élet? Nem is gondolnád. Lehet politikus leszel, akár orvos. Vagy éppen a politikusokat gyógyító, nagyra becsült szuperorvos. Szép álmodból majd felkelt az érettségi, ha érett vagy ha nem megírod, aztán az a tudásod majd leméri. Ahogy bekerülsz a suliba, minden nap az érettségi felé lépegetsz. Na meg persze, szeret, nem szeret virágokat tépegetsz. Az élet ezután is megy tovább, mint előtte, ezen nem segít, ha a szívedet a félelem benőtte. Csak lazulj el és élvezd az életed, ez egy ajándék, amit az Isten adott te neked. Okkal kaptad, használd ki. Légy mindig boldog és hithű béspárti. 9. még azt hiszed, lassan telnek az évek, aztán majd csak nézed, ahogy a talpad alatt gyűrődik az élet. 10. szétunod az agyadat, mert nincsen veled semmi, se gólya, sem végzős nem vagy, úgy érzed, hogy nem vagy senki.
11-ben elkezdesz tanulni, mert kellenek már a pontok, vagy ha szerencsés vagy, láthatod belülről, hogy az elektorok ellopják a pontod. 12-ben átéled a rózsahetet, és lásd, itt is vagyunk, vidéken egy varázslatos retrósuli, latin estjén kardozgatunk.